Szevasztok, ez a beígért Botanicula végigjátszás első része. Az ilyen intrókat meg nem annyira fontos részeket elnyomom, vagy pedig felgyorsítom, úgyhogy csak a lényeget fogjátok látni. Itt az elején erre a hét kis tobozra kell kattintani, hogy tovább menjen az intró. Meg úgy döntöttem, hogy bemutatom az összes lénykártya megszerzésének módját is, úgyhogy ezt is fogjátok látni, csak figyeljetek. Tehát az első rész az, ahol ezt a három tollat kell összegyűjteni ennek a egyébként elég röpképtelennek látszó lénynek, de ezt jelzi is a program, úgyhogy induljunk el fölfelé, ahol megszerezzük első lénykártyánkat. Keressük meg bal oldalt a levél árnyékában ezt a zöld kis lényt, kattintsunk rá, az meg fogja kajálni azt a levelet és leesik a fáról, de hogy meglegyen a lénykártyája, ki kell mennünk a képből és ismét vissza, ekkor megadja a program. Ezen kívül van még ez a kis fekete lény, akit láthatatok már a bemutatóban. Itt csak kattintsunk rá, illetve a levelekre, amíg ki nem csalogatjuk belőle azt a hatalmas nagy szúnyogot. Aki egy kicsit szédeleg, aztán megadja a lénykártyáját. Illetve ezen a képernyőn még keressük meg ezeket a kis gallyakat, és kattintsunk rájuk, amíg nem borulnak virágba. Mind a kettő megvan. Akkor mehetünk fölfelé. Itt Mr. Poppyheadnek vannak a rokonai, csak kattintsunk rá mindegyikre, és megadja a lénykártyát. Aztán indulhatunk is le, illetve majd balra. Következő képernyőn ismét ezeket a gallyakat kattingassuk, amíg ki nem virágoznak. Illetve itt az egyik levél alatt van egy pók, akire többször kattintsunk rá, és ismét egy kártyával leszünk gazdagabbak. Menjünk föl egy újabb lénykártyáért. Itt ezt a pirosan világító, vagy nem is tudom milyen levelet kell megkattintani. Kimenni a képből és ismét visszamenni rá. És megint kaptunk egy kártyát. Most már, hogy csináljunk is valamit a küldetés haladása érdekében, menjünk balra. Itt vannak a már látott megfeketedett hagymalények. Itt kipróbálhatjátok az összes variációt, de ha haladni akartok, akkor Mr. Twiggel kell előre menni, ő meg tudja szerezni az első tollat, és ezzel együtt megkapjuk a hagymalényeket is a gyűjteményünkbe. Haladjunk tovább az alapképernyőre, majd fölfelé, ahol kattintsunk arra a kis levélkére, amíg ki nem jön belőle a toll, illetve egy baromi nagy gömb alakú méhecske. De a toll a lényeg, ami szépen leesik abba a egy szinten lejjebb lévő lukba. Itt lénykártyáért először is Mr. Featherrel nézünk be a lukba, aki ki fog szedni nekünk egy ilyen poloska-szerű őrületet, ami jelentősen összezavarja szerencsétlent. Illetve egy másikért Mrs. Mushroom-mal is tekintsünk be, ez csak egy ilyen egyszemű kis gírnyó. Hogy tovább haladjunk, Mr. Lanternnel kell benyúlni, aki kis erőfeszítések árán, de egy ilyen tengeri kagylót, vagy nem is tudom, csigát vesz elő. Mr. Poppyheaddel fújjuk meg, hogy kijöjjön belőle a toll. De ezzel még nincsen elintézve semmi, ugyanis kattingassunk tovább arra a kis csigára. És egy elég érdekes ilyen gesztenyelényt kapunk meg a gyűjteményünkbe. Aki el is megy balra, mi pedig ne kövessük, hanem menjünk inkább jobbra, ahol az utolsó tollat fölvehetjük. Hát baromira nehéz dolgunk lesz, mindösszesen annyit kell tenni, hogy rákattintunk a tollra. Megvan mind a három, mehetünk vissza a röpképtelen lényhez, aki elzárta az utunkat. Egyszerűen csak kattintsunk rá, bekerülnek a tollak a megfelelő helyükre, és szíveskedik arrébb bonszolni magát. Repked egy kicsit, menjünk tovább a következő képernyőre. Még megjegyezném, hogy a végigjátszást a játék úgymond fejezetei alapján tagoltam szét én is, tehát most ez az első egy egész rövid, de lesz például majdnem 20 perces rész is benne, úgyhogy ha egy konkrét résznél akadtál el, így könnyebben meg fogod találni, hogy melyik rész is kell megnézni hozzá. Itt a gombák még megtanították nekünk, hogy tudunk szaladni, hogyha duplán klikkelünk az ilyen nyilakra. Úgyhogy szaladjunk is át a következő videóba, ahol következzen az öt kulcs megtalálásának a végjátszása. Szevasztok!